Olyan sok segítséget kapok. Nagy valószínűséggel jó hiszeműsége miatt fosztották ki a székesfehérvári nyugdíjast. Olyan erős volt ez az asszony. Gizi néni egy patikából indult haza, amikor egy asszony átsegítette a forgalmas úton. A nő azonban nem csak ennyit tett. Egészen hazáig követte a nyugdíjast, majd megtámadta őt és elvette a pénzét is. Valahogy megkapaszkodott a ruhámba, vagy a blúzomba, vagy mentomibe, és én meg el akartam fordulni, akkor már éreztem, hogy itt baj van. A rendőrség Gizi néni vallomása és biztonsági kamerafelvételek segítségével bukkant az elkövető nyomára. Ezeken a képeken jól látszik, ahogy követi a nyugdíjast ez az asszony, aki egyébként nem volt ismeretlen a rendőrség számára. A nyomozók egy balatoni úti kocsmában fogták el a rablót. A nyugdíjastól lopott értékek azonban nem kerültek elő. Az 56 éves fehérvári asszonyt sikerült beazonosítani, és ezt követően került sor az ő keresésére a városban. Tudták a nyomozók, illetve a járőrök azt, hogy hol szokott előfordulni, mely kocsmákban, illetve sörözőkben, és ezeket az italmérőket is természetesen folyamatosan ellenőrizték. Az 54 éves fehérvári asszony lopás és más vagyon elleni bűncselekmények miatt már többször került bíróság elé. A rablót most bűnügyi őrizetbe vette a rendőrség, és kezdeményezték előzetes letartóztatását is.